Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Jeneiné Rubovszky Csilla, 5. kerület alpolgármestere, de ennél sokkal több, mindjárt kiderül, hogy mi mindennel foglalkozik. Ez így sokan, szép jó reggelt kívánok. Jó reggelt kívánok. Meséljen nekem az új programról, amit ön talált ki, és bízunk benne, hogy hamarosan az egész országban honosul. Maga az idősügyi program 2013-ban indult. Először több lépésben alakult odáig, hogy most már egy okos otthonról is beszélhetünk. Az első lépés az volt, hogy észleltük, hogyha egy rendkívüli helyzet van, akkor még nem volt pandémia, akkor még volt egy rendkívüli hóhelyzetünk, akkor nem ismerjük a kerületi nyugdíjasokat mind. Hála Istennek szociálisan nem mindenki rászoruló, de ilyen helyzetben esetleg segítségre szoruló. És ekkor csináltunk a kerületbe egy felmérést. Megkérdeztük, hogy milyen szolgáltatásokat fejleszünk ahhoz, hogy ők biztonságban a jól megérdemelt nyugdíjas éveiket saját otthonukba tudják tölteni. Azt mondták nekünk, hogy tehát három olyan problémakört nevezhetek meg, amiben ők a válaszaikat megadták. Első legfontosabb volt, hogy az egészségromlásuk akadályozásába kértek segítséget. 12-13-ban még nagy gond volt az ellenük irányuló bűncselekmény száma, már ezért ez jelentősen javult, de sajnos a gyerekek és az idősek a legkitettebbek, tehát ez mindenképpen a program része, és megjelent nálunk is a 6. idősügyi kockázat, a magányosság. És megpróbáltunk ezzel ellen küzdeni. Na, ezzel hogy lehet harcolni? Minden eszközt megpróbálunk bevetni. Az első az volt, hogy kifejlesztettünk egy idős látogató programot, aminek az volt a célja, hogy nem az idős helyett, hanem a kollégákkal együtt, az idősekkel együtt végezzük el a napi tevékenységeiket. Ezt úgy kell elképzelni, hogy az időségen szeretett sütni, de már egyedül nem állt neki. Akkor megkértük, süssünk együtt, és akkor mit tudom én, a óvodának ajándékoztuk egy rendezvényre. Tehát megpróbáltuk az idősnek értelmet adni, és a régi kedvenc szórakozásaiba mi velük együtt lenni. És ettől teljesen magukhoz tért. Egészen. Teljesen megváltozott az életük, de egyre szembe kellett nézni, hogy hát nagyon magas az idősek száma Magyarországon, ami jó, és annak örülnénk, ha az egészségben töltött évek száma is nagyon magas lenne, de tudtuk, hogy mindenkiben nem tehetünk egy segítőt, ezért gondoltuk, hogy a 21. századi technológiát is kipróbáljuk. Csináltunk egy modellprogramot 15 és 17 között Belváros önkormányzatának a vezetésével, és Szombathely és Kisvárda volt a segítségünkre, ugye egy nyugati nagyobb város, illetve egy keleti szintén város, mert ez Kisvárda. Ez okos óra program? Nem, ez még egy digitális támogató szolgálat, amiben az volt a célunk, hogy olyan időseket megtanítunk a számítógép használatára, akik korábban nem nyitották ki a gépet, esetleg unokájuknál, dédunokájuknál láttak. Volt olyan idős nének, olyan aranyos volt, mondta, hogy jó, hát megnézni a gépet, de az egeret azt ne hozzuk ide, mert megeszi a sajtot. Megnyugtattuk, hogy ez annyira nem ismert a gépet, hogy nem tudta, hogy ez a két eger nem ugyanaz. Ma egy lelkes felhasználunk egyébként, tehát nagyon aranyos a néni. Megtanítottuk nekik saját otthonukba, tehát olyan időseket választottunk ki a programba, nem mi, hanem a helyi kollégák, 5000 idős embert az ország legkülönbözőbb területén, akik számítógépet, internet használatot kaptak az államtól ehhez, és gyakorlatilag, amikor megtanulták az alapismereteket, egy szolgáltatáscsomagot dolgoztunk ki nekik, ami reggel 8-tól délután 4-ig működik, ebben a reggeli online reggeli tornától kezdve, az online rendőrségi fogadóránk keresztül, az online orvosi viziten keresztül, az érdeklődésüknek megfelelő Facebook csoportos programokon keresztül mindent meg lehet találni. Próbáltuk úgy kifejleszteni a programokat, hogy mind a három kérésükre, amit problémaként megjegyeztek, vagy megneveztek, arra tudjunk segíteni. Például az egészségromlásuk akadályozására kifejezetten ez olyan infokomi játékok segítettek, amit egy EU-s program keretében egy pszichiáter csoport szedett össze,
is a program rendelkezésére bocsátotta, és ezek a játékok kiválóan alkalmasak a szellemi frissességhez. Öröm idős embernek lenni önöknél. Mi nagyon-nagyon szeretnénk azt, hogyha az idősek élveznék az időskorukat, a jól megérdemelt nyugdíjas éveiket, és hogy aktív tagjai lehetnének a társadalomnak. Mennyire fogadják szeretettel az együttműködést? Társszervezetek, egyházak, más országok? Mi azt látjuk, hogy mi is igyekszünk megkeresni szervezeteket, de a közelmúltban a Civil Út Alapítványra nagyon büszkék vagyunk. Nekik van egy odaadó programjuk, és ők megkerestek minket, mint együttműködő partnereket, akik meg kell mondom, hogy nagyon jó szolgáltatást dolgoztak ki. Van nekik egy honlapjuk, ez a www.odaadó.hu, aminek az a lényege, hogy például településeken összegyűjtik azokat a vállalkozókat, akik megbízhatóak, legyen ez vízvezetékszerelő, legyen ez gázszerelő, teljesen mindegy, és az idősek felé, hogyha nekik problémáik vannak, őket közvetítik ki. De az idősek online vesznek részt ebben a folyamatban, ugyanis megtanulnak, ugye az idősek, akik a programban benne vannak, azért a számítógép alapismereteit tudják, de a program úgy indul. De korábban nem tudták. Korábban nem tudták, de mi most megtanítjuk őket ezen a honlapon regisztrálni, és akkor ők bármikor kereshetnek, hogy kit szeret, vagy milyen szakemberre van szükségük, ők kommentálhatják, hogy elégedettek voltak-e vagy sem. Hát itt azért csak megbízható szakembereknek érdemes regisztrálni, mert utána elterjed a hírük, hogyha esetleg nem annyira jók, viszont rengeteg ügyfelük lehet, hogyha tényleg nagyon empatikusak az idősek felé. És ennek a programnak van olyan része, hogy van egy tudástár, ami összegyűjti azon típusú cikkeket, ami kifejezetten a korcsoporthoz szólnak, és akkor mindenki a saját érdeklődésének megfelelően megtalálhatja, illetve van egy senior akadémia, ami viszont különböző videókkal szintén az érdeklődésnek megfelelően ad eligazítást. Az utolsó kettőt a ma 480 településen működő minden településre kiterjesszük, és ezt a szolgáltatást, hogy elérhető legyen, először most 15 különböző települést választottunk ki, mert nyilván meg kell nézni, hogy egy pilot keretében, hogy majd az országos kiterjesztés hogy tud működni. Mikor készültem a mai beszélgetésünkre, akkor megnéztem a MOZS-nak a honlapját, biztos hallott róluk. És ők már ott tartanak, hogy egy okosóra segítségével a nap 24 órájában orvosi felügyeletet is biztosítanak. Ez a mi nagy vágyunk is. Van nekünk egy okos otthon programunk, aminek szintén egy típusú okos óra az alapja, amely folyamatosan tud egészséget, tehát objektív egészséget is mérni, szubjektívet is, és van rajta egy, tehát folyamatosan figyeli az idősnek az egészségi állapotát, és ezek az idősek saját otthonukba tudnak maradni. Az a mi nagy fájdalmunk, hogy hát van már olyan település, ahol a családorvosok elég empatikusak és hajlandóak velünk együtt dolgozni, de még egy nagy kihívás van a szociális ágazat előtt, hogy az egészségügyi szociális ellátórendszert egy sokkal jobban összehangolja, hisz az idős ellátás nem szociális ügy, nem egészség, hanem minden együtt, és egy picit itt az együttműködésben én még látok problémát. Az ötödik kertben ez megoldott, ott például az online orvosi vizitet egy nagyon jól képzett családorvos viszi, aki egyébként korábban kórházi orvos volt, és szeretném elmondani, hogy a pandémia alatt volt egy néni, akit az online orvosi viziten keresztül sikerült megmenteni, észlelte, hogy a néni nincs olyan jól, mint ahogy ő állítja, vérnyomást méretett vele, és napi szintű online kapcsolattartáson keresztül egy teljesen új gyógyszert sikerült neki beállítani, és a néni azóta jól van, és amióta ki lehet menni, rendszeres látogatója a közeli parkunknak. Ez nagyon klassz. Öröm ilyen jó híreket hallani. A felkészülésemhez be is kapcsoltam a saját, nem mondom a márkáját, okosórámat. Aztán arra ébredtem, hogy lelkesen telefonál az órám, és egy mentőszolgálathoz van bekötve, és kérdezték, hogy jól vagyok. És mondtam, hogy köszönöm, jól vagyok. Nem estem le az ágyról? Mondom, nem estem le az ágyról. Aztán kiderült, hogy hadonáztam álmomba, és a kezemmel valaminek neki ment a kezem, és ez így regisztrálta, és azonnal mondták, hogy jó, akkor most megérjük a vérnyomást, mindez telefonon közben beszélget, ugyanazon a telefonon, ugye ez nagyon szórakoztató, én csak ajánlani tudom,
biztos sokba kerül, de nagyon megéri. De nem éri meg a biztonság és egy tisztességes és méltó időskor? Mi, amikor erre a programra vállalkoztunk, akkor a Katolikus Szeretett Szolgálatnak vezetője írt egy nagyon szép mondatot, hogy egy társadalomnak a felelőssége, hogy eldöntse, hogy mindent akarja, és tudja, hogy mindent megtegyen azért, hogy az idősek az utolsó 10-15 évüket méltóságba töltsék. Azt gondolom, hogy ez egy ilyen 20 évig nincs statisztikája, mire? Hogy hányan haltak azóta meg, amióta a kerületbe ezeket bevezették, de majdnem biztos, hogy sokkal kevesebben. Hát annyiból sokkal kevesebb, hát sajnos értelme csodát van az mi se tudunk, csodát nincsenek mi se tudunk tenni. Néhány haláleset volt 13 óta, de azt látjuk, hogy ameddig élnek, tartalmasabban élnek, lelkesen elmesélik nekünk. Ugye egyik néni jól megviccelt, mert följött és azt mondta, hogy most jött haza. Mondom, és hol tetszett járni? Ő Brassóba. Néni nem tud elmenni otthonról, hát hogy lehet ez? Kiderült, hogy interaktívan elment a Brassó melletti szülőfalujába, ott körülnézett, hazajött, és úgy érezte, hogy ezt Facebookon velem mindenképpen meg kell osztania. Én először elhittem, hogy elutazott oda, de olyan szépen elmesélte, aztán megnyugtatott, hogy persze a tőlünk tanult program keretében volt neki erre lehetősége, mert valószínűleg fizikai értelemben már nem fog tudni oda elmenni. A jelenlegi gazdasági helyzetben mennyire van biztosítva a további munkája és ennek a programnak a tovább élése? Hát mi csak bizakodni tudunk, az év végéig a forrásunk biztosítva van, és hát nagyon reméljük, hogy mi nagyon pici költségvetésből működünk egyébként, mert hogy itt az önkormányzatokkal egyszoros együttműködés van, többen dolgozunk társadalmi munkába, és ezzel is igyekszünk azt, hogy ami pénzt kapunk, azt kifejezetten az idősek jólétére fordítsuk. Amikor találkozik a folyosón a polgármester úrral, akkor nem próbál elszaladni, hogy Csilla milyen újabb ötlete van? És nem. Polgármester úr egy igazi, elkötelezett, szociálisan érzékeny ember, magának, neki is ez a végzettsége, szociális munkát végzett, egyébként még egy nehezebb területtel a hajléktalan ellátással foglalkozott korábban, rendkívül elkötelezett, és mindig nagyon nyitott az új ötletek felé. Van nekünk gyerekprogramunk is, és azt is annak köszönhetjük, hogy bíztak bennünk, és megcsináltuk. Kedves nézőim, egy reggeli politikai magazin műsorba egy alpolgármester nőt meghívni elég veszélyes dolog, mert általában csak problémáik vannak, itt viszont ódákat hallottunk, és a messiás érkezését festette föl nekünk. Jeneiné Rubovszky Csilla, hát családjához méltóan csupa pozitívat mondott nekünk, és bízunk benne, hogy az örökkévaló segítségével ez még begyűrűzik az egész országban. Hát nagyon szépen köszönjük. És a kollégáid is majd megtanítja erre, és mi visszavárjuk minden új programnál jön el, és mondja el nekünk, Jeneiné Rubovszky Csillát hallották, és aki többet szeretne tudni, az forduljon az ötödik kerülethez, melyik osztályhoz? A www.segítőkezek.com honlapon megtalál minden, nekünk erre egy saját cégünk van, tehát nem kell az önkormányzat telefonját hívni. Ha erre az a weboldalon megtalál mindent, ott e-mail cím is van, és szeretettel látjuk a megkereséseket. És nem csak az öt kerületieknek. Nem. Köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk, és mielőbb visszavárjuk. Előzetesek, és már is jövünk, visszatartsanak velünk. Köszönöm.